Egy Szigetvár környéki falunapon rögzítette a biztonsági kamera ezeket a képsorokat. Azt nem árult el az ügyészségi szóvivő, pontosan melyik településen alakult ki ez az utcai verekedés. Az előzmény az volt, hogy az egyik ittas állapotban lévő elkövető felment a színpadra táncolni. Testvér és egy másik vádlott szólt, hogy jöjjön le, amire válaszol a férfi testvérét arcon ütötte. Ezt a másik vádlott szóvá tette, veszekedni kezdtek, ami dulakodássá fajult. A verekedőket ekkor még szét tudták választani. Ezt követően az ittas férfi az önkormányzati épület előtt már az utcai részen egy másik vádlottal került szóváltásba. Ezen alkalommal verekedés alakult ki a vádlottak között, ebben mások is bekapcsolódtak, többen falécekkel bántalmazták egymást. A verekedésben részt vett az egyik vádlott házaspár kiskorú gyermeke is. Három vádlott könnyű fejsérüléseket szenvedett, a gyermek a karján és a lábán sérült meg. A verekedésnek a rendőrök érkezése vetett véget. A többszörösen minősülő garázdaság büntetének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség büntető végzés meghozatalára tett indítványt a Szigetvári János Bíróságnak. Ez azt jelenti, hogy tárgyalás nélkül zárhatják le az eljárást. A vádlottak egyébként beismerték tettüket.